a bőjt a testi, lelki és szellemi megújulás, megtisztulás lehetősége. Én most elsősorban a lelki és a szellemi megtisztulásról szeretnék beszélni. Mikor a test megszabadul a bőjtben a különböző salakanyagoktól, amikor a régi lerakódásokat kitakarítja a szervezetből, akkor a régi lerakódásokhoz információk kapcsolódnak, az akkor megélt érzelmek, az akkor megélt helyzetek, és ezek a helyzetek azok, amelyek a bőjtnél előjönnek, feljönnek, és ezeken a helyzeteken kell igazából úrrá lennünk. Ezeket a helyzeteket kell megértsük és kezeljük. Nagyon fontos, hogy ne egy fizikai gyakorlatnak vegyük a bőjtöt, hanem egy lehetőségnek az újrakezdésre. Amikor feljönnek a régi emlékeink, azok a megélt pozitív vagy negatív dolgok, amelyek az életünket irányítják, akkor van egy lehetőségünk megismerni őket, elfogadni és elengedni azt, amire már nincs szükségünk, és beépíteni azokat az életünkbe, amire szükségünk van. Tehát a bőjt az nem egy fizikai lépés, hanem nagyon nagy lépés az életünkben lelkileg és szellemileg. Az új szakasz indítása egy tiszta testtel, egy tiszta tudattal, egy tiszta gondolkodással nagyon nagy lehetőségeket hoz. A bőjt alatt végig gondolhatjuk az eddigi életünket, új célokat hozhatunk, új napirendet hozhatunk be, innentől kezdve egy új gondolkodást tudunk kialakítani, és ez a gondolkodás ad nekünk egy olyan lehetőséget, ez az új gondolkodás, ez a pozitív gondolkodás, a jelenben való levés, a konkrét dolgok megtapasztalása, amit a bőjt alatt pontosan megélünk, és így erre tudjuk építeni az elkövetkezendő időszakot, erre tudjuk építeni az életünket. Az életünk egy új szakaszát, amiben mind fizikailag, mind lelkileg, mind szellemileg a tanuláson keresztül meg tudjuk oldani az életünket.